megyei rangadót vívtunk ezen a mai napon, hiszen két azonos pontszámú csapat játszott egymás ellen. Mi volt a találkozó tétje azon kívül, hogy két középcsapat mérkőzött meg egymással azonos pontszámmal? Hát igen, mindkettőnknek 14 pontunk volt. Majsán kikaptunk 9 góllal, és mondtam a lányoknak az öltözőbe, hogy verjük meg őket 10-zel. Szerintem mi vagyunk a jobb csapat, és most ezt demonstráljuk is a pályán. Én úgy érzem, hogy a mérkőzés túlnyomó részében azért látszott, hogy mi vagyunk a jobb csapat, és a mi akaratunk érvényesült. Szép támadásokat vezettünk, de nem sikerült ma 10 góllal nyerni, azt hiszem 7-tel nyertünk, vagy 8-al talán. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy egy-egy rövid zárlattól eltekintve jól játszott a csapat. Mivel nőnap volt, egy kicsit a mérkőzés előtt kedveskedtetek a szakosztály a hölgyeknek. Mit lehet erről tudni, honnan jött az ötlet, és mit tettetek azért, hogy jobb hangulatban kezdődjön el a találkozó? Igen, hát ennek már hagyománya van. Ha március 8-ára esik egy mérkőzés, akkor egy-egy szál virággal kedveskedünk a mi lányainknak, és természetesen az ellenfélnek is. Kaptunk már mi is vidéken virágot, meg kaptak már nálunk is virágot. Én úgy gondolom, hogy ez egy szép hagyomány, és ezt szeretnénk is folytatni. Az elnökségi tagunk, elnök helyettesünk Rózsa Tibor adta át a virágokat a lányoknak. A találkozó elején nagyon szoros volt a mérkőzés, aztán elhúztunk pár góllal. Időt kért az ellenfél, te akkor mit mondtál a lányoknak, hiszen végig tartottuk a jó formát? Akár védekezésről beszélünk, akár támadásról. A védekezésre hívtam fel a lányok figyelmét, mert az elején azért volt szoros a mérkőzés, mert egy kicsit a védekezésünk egy az egy ellen nem tudtuk megoldani, tehát ott kellett javítani. Utána minden elkezdett működni, és a mérkőzés túlnyomó részében működött is. Talán a jobb szélsőjükre nagyobb figyelmet fordíthattunk volna, hiszen Tabajdi 7 gólt lőtt. Miért nem tudtuk szerinted őt semlegesíteni? Megbeszéltük egyébként, hogy odafigyelünk rá. Sajnos a második félidőben egy 3-4-szer elaludtunk, és akkor tényleg lőtt egy gólt, de hát a 7 gólból 4-et vagy 5-öt, azért 4-et talán 7-esből lőtt, tehát ezt azért hozzá kell tenni. De mindent összevetve időnként egész szépen működött a védekezés, meg is akadt a Majsa. 20 gól alatt tartottunk egy jó kis csapatot, szerintem ez teljesítmény. Annyit jelent ez a győzelem, hiszen ha lehet úgy fogalmazni, ez a sorozatban harmadik sikerünk a tavasz folyamán. Ha még hozzáveszik a Tiszekécs elleni két győzelmet is, jó úton megy a csapat, jó úton halad? Hát akkor tulajdonképpen ez már a negyedik, és szerintem 16 pont, ami jó helyen vagyunk. Majd lesz egy pihenőnk is, akkor pihenőnaposak leszünk, de akkor is a Majsa, ha nyer azon a fordulón, akkor is csak utolér bennünket, a gólkülönbségünk már azért lényegesen jobb lesz, mint az övék. Már ez a mérkőzés előtt is jobb volt, most még hozzáveszik ezt a plusz 8-at, nekik a mínusz 8-at, az ugye 16 különbség, tehát ettől kezdve szintén rendben vagyunk. Sajnos ez nem az a mérkőzés volt, ahol mindenkit játszathattam, megpróbáltam, de itt még azért kiütköztek hiányosságok, hát ezen kell majd még dolgozni. Mire számítasz a további fordulókban? Lesz nekem még itt kiskörös a rangadó? Hát egyre nehezebb mérkőzések következnek, lesznek igen jó csapatok, akikkel lejátszanunk kell, nekik megyünk. Nyilván ott nem ilyen céltűzök a lányok elő, hogy próbáljuk meg 8-10 góllal megverni őket, lehet, hogy kettővel vagy egyel örülünk, ha nyerünk, majd meglátjuk, megpróbáljuk. Látsz-e arra reális esélyt, hogy esetleg a dobogóra odaérjünk a végére? Nem lehetetlen, de most is azt mondom, hogy a negyedik hely az valószínűbb, mint a dobogó.